Nem mozognak eleget a romániaiak, ez derül ki abból a nemzetközi felmérésből, amit lépésmérő alkalmazások adatai alapján végeztek. A hongkongiak a legmozgékonyabbak, a szigetváros egy átlagos lakossához képest egy romániai közel 2000 lépéssel kevesebbet tesz meg naponta. A romániaiak mozgáskultúrája hagy kívánni valót maga után. A közfelfogásban a rendszerváltást követően és a szabad piac óta nagyobb értéke van az autózásnak, mint a sétának. Holott az előbbi a túlzsúfolt utak parkolók miatt egyre nehézkesebb. A mozgásnak meg egyértelműen jótékony hatása van a közérzetre és az egészségre. Jakab Barna testnevelés tanár szerint éppen ezért előbb a fejekben kell helyretenni a dolgokat amint kéne változtassunk, és ez mind benne van az általános mozgáskultúránkban, hogy szoktassuk meg az embereket, hogy hogy gyerekkortól, felnőttkortól, örekkortól függetlenül mindenkinek egyformán fontos és kellő a napi mozgás, a testmozgás, és akkor talán átreformálhatnánk a gondolkodásmódunkat, nem a betegségre kell koncentráljunk, hanem az egészségre. Ehhez egyre több eszköz van a segítségünkre. A lépésmérő alkalmazások nem csak a napi távot, hanem az edzést tervet, azaz a tudatos egészségmegőrző tevékenységet is segítik. Az óra monitorizálja nekem, figyel arra, hogy ne haladjam túl, illetőleg alul se teljesítsem azt a bizonyos szívritmust. És ez erősíti a szívet, erősíti a tüdőt, és ugyanúgy zsírtéget és kitartó szaladásra tud ösztönözni, tehát hosszú és kitartó szaladást tud előhozni, előcsalni az ember szervezetéből. Az egészségügyi minisztérium nem titkolja, hogy egyre több pénzbe kerülnek azok a páciensek, akik a mozgásszegény életmódjuk miatt szorulnak orvosi ellátásra. Az egészség megőrzése költött pénzek jelentős része megspórolható lenne mind a magán, mind pedig az állami kasszából. Azonban ennek érdekében is az első lépés megtétele a legnehezebb.